Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Markovics Zsolt, főrabbi. Kedves nézőim, Markovics Zsolt főrabbi stúdiónk vendége, és mint ahogy odafigyeltek reggel, úgy köszöntem be, hogy a Luak a zsinagógai naptár szerint 5777. évnek Adár hónap harmadik napján vagyunk. Kérdezem én a Dózsa György úti körzet főrabbiától, hogy mi minden történik velünk Adár hónapban? Hát Adár hónapban rengeteg minden történik, ugye, mert hagyományos módon amikor ez a hónap beköszönt, akkor ugye az imaházakba, zsinagógákba és a zsidó otthonokba szokás ugye kitenni egy táblát, amit Adár táblának nevezünk. Ugye egy héber mondat található rajta, köseniknász Adár már bimbe szimhá, amikor beköszönt Adár hónapja meg, növekedik az öröm, és ugye ennek a hónapnak a mazulja, a csillagképe, ugye a hal, és a hal ilyen tekintetben a zsidó hagyományvilágban az örömöt fejezi ki. Két nagyon fontos esemény történik ebben a hónapban, ugye az egyik a Zain Adár, Adár hónap hetedik napja, ami Mózes tanítómesterünk születésének és halálának az évfordulója, de számos más dolog is kapcsolódik ehhez, ugye ilyenkor szoktunk megemlékezni azokról, akiket az elmúlt Adár hetedike óta elvesztettünk. Nagyon nagy és bölcs rabikra szoktunk ilyenkor emlékezni, talán a leghíresebb Magyarországon, ugye Yitzhak Isaac Taib, a nagykálói cedik, a nagykálói csodarabbi, akinek szintén Adár hó hetedikén van a jortszátja, a hagyomzási évfordulója. Tradíciót teremt, hisz ön az első olyan neológ rabbi, aki nem neológ bölcs rabbikra emlékezik mindenek előtt. Természetesen azokra is emlékezünk, hiszen ugye Szegeden töltöttem 16 évet, és volt szerencsém Löw Immanuel prédikációit, beszédeit olvasni, a 70 beszédet, a 100-at, a 200-at. Sejbe Sándor is volt szegedi rabbi, rajta más is volt szegedi rabbi. Majdnem mindenki, aki nagy volt, volt már szegedi rabbi. Ezért ment ön is Szegedre? Nem, én nem vagyok nagy, én csak egy egyszerű mezei rabbi vagyok, csak azzal ezt akartam mondani, hogy olvasva ezeket a beszédeket, és főleg mondjuk az Adár hó hetedikei megemlékezéseket, fantasztikus módon látható és érzékelhető volt, hogy egy teljes kitekintést adott a világra. Tehát megemlékezett írókról, művészekről, a zsidó tudomány életében, világában elmentekről, híres cedikokról, híres ortodox rabikról, és természetesen a neológ kollégáiról. Akkor nézzük azt, hogy mit is jelent egy rabbinak a zsinagóga épített nagysága. Milyen rabbinak lenni egy kis földszintes, hátsó udvari imaházba egy ilyen szegedi nagy zsinagóga után? Talán a Tajrá szavaival tudnék rá válaszolni, ugye olvassuk, hogy Vőszülő Migdás miatt, Vesó Hánti Beszajhom, építs nekem egy szentélyt, hogy közepette lakhasson. Én azt gondolom, hogy akár a jeruzsálemi szentélyt, ha nézzük, akár bármelyik más zsinagógát, imaházat, stíbelét, ahogy régen nevezték ezeket, szerintem soha nem az a fontos, hogy mekkora az épület, hanem sokkal inkább az, hogy mi van benne. Tehát, hogy azok, akik oda járnak, azokat mi tart össze, hogyan tartja és össze. Akkor nézzük, hogy mi van benne. Hogyan emlékezik a Dózsa körzet Adár 14-én, Mocei Sabátkor, a szombat kimenetelén ránk köszönt a Púrim. Hagyományos módon, mint ahogy az elmúlt években ez mindig is szokás volt, a Dózsa Györgyi közösség és a Betlen téri közösség együtt fogja tartani Mocei Sabát alkalmával a Púrimot. A nagy zsinagógába fogjuk felolvasni a Megillét, az Eszter tekercsét, és hát azt követően ugye eleget teszünk a purimi micváknak, a purimi előírásoknak. Nyilván rengeteg gyerek fog érkezni különböző helyekről, hiszen
Deutsch Rabbival együtt mind a ketten tanítunk a Scheiber iskolába. Nekem vannak még más tanítványaim különböző általános iskolákba, ők is el fognak jönni, igyekezzük majd mindenki jelmezbe, farsangba öltözni. Kislányom akkor lesz kb. 3,5 hónapos, úgyhogy neki ez az első nagy púrim lesz, de már találtunk neki egy sütőtök jelmezt, egy 74-est, ami jó lesz rá. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igazán nagy örömben és igazán nagy jókedvvel fogjuk köszönteni a púrim ünnepét szombat este és vasárnap reggel is a hagyományos módon. Púrim, Rabin Beszimhá, örömködünk szinte a hónap minden napján, kivéve amikor emlékezünk és gyászolunk. Hamarosan jönnek az ünnepek, hisz nálunk mindig ünnepek vannak, és mindig evésről van szó. Purimkor például van Ozné Hamán, a Hamán táska, és van Mislach Manot is. Mi az, hogy Mislach Manot, mondja el a nézőknek? Purim alapvetően 5 előírást kell, hogy tartalmazzon. Ugye az első és a legfontosabb az, hogy 2 alkalommal is este, valamint reggel fel kell olvasni a Megillát, az Eszter tekercset. És azt tudjuk ugye, hogy ez egy időhöz kötött előírás, hiszen kizárólag Purim ünnepén tesszük ezt meg. Mégis magának a felolvasásnak a meghallgatása az mindenkire, gyermekre, nőre, idősre vonatkozik, ilyenkor sokan mennek el meghallgatni a felolvasást, nem beszélve arról ugye, hogy ahány alkalommal eljutunk a gonosznak, Hámánnak a nevéig, mindig vagy döbörgünk, vagy a csapkodunk, vagy kereplünk, a lehető legnagyobb zajt keltjük, hogy a gonosznak a neve ne hallatszon. A második legfontosabb ugye ez az úgynevezett Mislach Manot, ugye, ami alapjában véve ajándékozást jelent, de itt ne tárgyra gondoljunk. A hagyományos zsidó életben ilyenkor úgynevezett ételajándékot szoktak. Olyan ételajándékot, adni, amit egyből fogyasztani lehet. Így van. Mert ha már vannak, akkor vannak kikötések is. Így van, pontosan. Ugye ez lehet akár a hámánfüle, de akár lehet ugye a purimkor szokásos mákos vagy diós kindlit is ezekbe az ételcsomagokba egy gyümölcs, egy darab cukor mellé becsomagolni. Ugye legalább alapvetően 3 embert meg kell, hogy ajándékozzunk, de hát igyekezni kell azért lehetőleg minél több ilyen ételajándék csomagot készíteni. A harmadik előírás, a harmadik legfontosabb előírás ugye az a matanot le jönném, ugye a szegényeknek való adakozás. Ami ugye alapvetően történhet személy szerint úgy ez is. Ez fontos most különben is, hisz a héten a Trumot heti szakaszról van szó, aminek az alapja az adományozás. Az önkéntes adományozás. Az önkéntes, és az nem önzetlen. Csak az, nem csak az önkéntes, és nem csak az önzetlen, hanem a csendes. Ugye nálunk van egy kialakult gyakorlat szinte minden egyes zsinagógában, hogyha felhívjunk a Tórához sabátkor, ünnepkor embereket, akkor ugye ott egyrészt áldások hangzanak el, másrészt ugye a misebbérekoknak, az áldásoknak a tekintetében. Azért beszél ilyen halkan, mert hogy csendes? Hangosan kihirdetjük, hogy az itt illető mennyi matanát, mennyi felajánlást tesz a közösség részére. Ugyanakkor a törumában kiindulva a Cedekának az előírásából és az azt követő magyarázatokból az látszik ki, hogy a legnagyobb Cedeká, a legnagyobb adománya az, amit az ember csendben hajt végre. Amit úgy hajt végre, hogy a külvilág nem tud róla. Purim alkalmával az a szokás, hogy egy kicsit többet adományozunk, mint amit általában szoktunk. Sőt, ugye volt a különböző közösségeknek egy kis szervezete ilyenkor, amit úgy nevez a hagyományos zsidó irodalom, hogy Manot Hitim. Ugye ez egy olyan szervezet volt, amely Purim alkalmával cedekákat gyűjtött azok számára, akik majd a közelgő Pesach ünnepére olyan szegények voltak, hogy nem tudták maguknak előteremteni ugye a 4 pohár borravalót, a pászkát, valamint a keserű füvet. És abból az összegből, amit Purimkor összegyűjtöttek, ebből az összegből segélyezték, illetve fedezték ezeket a családokat. Ugye nagyon fontos ilyenkor, hogy Purim napján van egy úgynevezett mitzvát szudá, egy olyan előírt étkezés,
Ami előírt érkezés, ha azt használjuk, hogy ez egy micvá, hogy ez egy előírt érkezés, akkor nyilván kézmosással kell, hogy kezdődjön. Nyilván a halára áldást kell mondanunk, és maga az étkezés, ugye a birkát hamazonnal, az asztali áldással kell, hogy záruljon. És ugye van még egy nagyon érdekes hagyományunk, ez a talmudi passzus alapján az ad de lo yada, ugye ami magyarul annyit jelent, hogy addig, ameddig nem tudjuk. Na most azt szoktuk mondani zsidó berkekben, hogy a zsidó ne igyon alkoholt, hanem inkább árulja az alkoholt. Mégis a Púrim ünnepének van egy ilyen furcsa hagyomány világa, hogy fogyasszunk addig alkoholt, ameddig az áldott Mordechai és az átkozott Hámán neveket, kifejezéseket össze nem keverjük, aminek persze sokan úgy tesznek eleget, hogy mielőtt lefekszenek, egy fél stampedli alkoholt fogyasztanak, hiszen az ember álmában úgyis összekeveri ezeket a kifejezéseket. És ez lesz a mi végszavunk mára. Kedves nézőim, az elmúlt negyed órában Markovics Zsolt főrabbi volt stúdiónk vendége, akivel találkozhatnak, hogyha elmennek a Dózsa körzet zsinagógájába, ami a Dózsa György úton található, és hogy mi mindenről beszéltünk. Beszéltünk Ádár hónapról, beszéltünk a heti szakaszról, szokásokról beszéltünk, de aki ennél többet szeretne megtudni, az egyszerűen induljon el a Dózsa György úton, ott található egy stíbl, egy kis zsinagóga, egy nagy zsinagóga tövében, ahol egy bölcsrabbi és az odajáró közösség szeretettel vár mindenkit. Köszönöm, hogy minket választottak, most előzetesek, utána megjönnek a híradók. Köszönöm, hogy rendelkezésünk áll. Köszönöm szépen.